Egy idő után csak érzékelt a vezetés, hogy itt a tagság meg a vezetés az nagyon más úton jár ebben a kérdésben, és amikor elkövetsz valami hibát, akkor elkezdesz magyarázkodni. És ez volt a vezetés feladata, hogy menjenek el az erős szervezetekhez, és magyarázzák meg a bizonyítványt, győzzék meg őket, ha lehet. És én Ceglédet kaptam feladatul, ahol egy moziterem tele volt 500 dős MDF-essel. Az a református egyháznak volt a... Mindegy. Úgy nézett ki, mint egy moziterem. Mindegy. Szóval ott volt rengeteg ilyen dühös ember, mint a Csáki András, és akkor... Tehát ebben a kérdésben nem lehetett dűlőre jutni a vezetés és a tagság között. Mert itt a vezetés rossz döntést hozott. A tagságnak volt józan esze. Itt meg nem tudom, mi történt. Vagy érzelem, vagy kiszámítottság, vagy háttérben megígért dolgok, hogy igen, kedves Imre, támogatni fogjuk neked az, hogy te legyél köztársaság. Nem tudjuk ezeket a dolgokat, de mindent el tudunk képzelni. Az biztos, hogy az egész magyar átalakulásnak ez az egyik nagy hibája volt abban az értelemben, hogy máig nem érzik magukénak az emberek a rendszerváltoztatást, ezt a fantasztikus dolgot, ami megtörtént. Az újnak az elindulása nagyon, ennek következtében is nagyon nehéz volt. Én ismétlem ezt, hogy az emberek nem élték át ennek az élményét, ami mindenkiben benne volt, hogy kell változás. Tehát ez olyan jól mutatja, hogy a népszavazási eredmény is, hogy az emberek ebben a köztársasági kérdésben nem tartották fontosnak, ez lényegtelen volt. De az összes többiben 90% fölötti igen volt arra, hogy munkásság takarodjon, munkahelyekről a párt takarodjon, számoljon el, természetesen számoljon el. Tehát, és az SZDSZ és a Fidesz szempontjából ezek mellékes dolgok voltak, hiszen ezekről, ha nem is a nemzeti kerekasztal írásos megállapodása volt, de teljesen világos volt, hogy be fogják terjeszteni ezeket a jogszabályokat, mert addigra már elfogadásra is kerültek, mert ugyanis az akkori kormány, a német kormány, az levált a pártjáról, és önállóan cselekedett, és érzékelte ennek a fontosságát, és teljesen világossá tette, hogy ezeket a jogszabályokat be fogja terjeszteni. Tehát okafogyott volt egyébként a népszavazás ebből a szempontból, ez meg nem volt lényeges kérdés, úgy hosszú távon, de azt hiszem, hogy pont ez, hogy az emberek nem tudtak bekapcsolódni a változásba, nem tudták magukban végigélni, ahogy nem tudom én a cseheknél, vagy a lengyeleknél, a nép átélte, hogy ő most egy másik világot csinál. Jó, hát később el lehet rontani mindent, de legalább akkor kellett volna. Szóval ez rányomta a bélyegét a későbbi elfogadottságára annak a folyamatnak, ami azért történelmileg mégis egy példátlan dolog.